No, hát újabb szép napra virrattunk, bár már nem is jófokon vagyunk, hanem éppen Fonyódon. Ennek az oka, hogy ha már tegnap bejártuk a Siófok-Kaposvár vonalt, akkor természetesen járjuk be, amiről beszéltem is, hogy egyébként Siófokról nézve rövidebb idő alatt érsz Kaposvárra, mint hogyha, tehát így, hogyha átszállsz itt Fonyódon a Fonyódira, mint hogyha Kaposvárra a közvetlennel mennél, amivel ugye most le is csapattunk. Tegnap egy mennyit is? Egy teljes kanyart, meg még egy ilyen kirohanósat is, szóval elég brutál kis nap volt. El is fáradtam estére rendesen. Úgyhogy a mai nap innen Fonyódról elbézézünk. Igen, direkt jöttem most, kicsit úgymond késő van, a Delessel megyünk, 12-3-assal. Azért jöttünk most, mert az interrégiók, azokról köztudott, hogy azok dezirók. Viszont van személyvonat is, igaz, nem túl sok. És ezen személyvonatokba lehet a BZ-t kifogni, ez Forda szerint egyébként BZ, és valójában az is lesz, mert már láttam az állomáson. De gondoltam, hogy ezért, ha már a Balatonon vagyunk, és ha már a siófoki videó is úgy indult, hogy kijöttünk a partra, akkor kijövünk itt is a partra. Egyébként sokkal jobban szeretem a Fonyódi Balatonpartot, de megmutatom, hogy miért. Hát igen, azért, mert sokkal, de sokkal hangulatosabb, és hát azért a túloldalt sem csúnya a történet. Az az igazság, hogy azért az északi part az én szívemet mindig jobban megdobogtatja. Gondoltam egyébként, hogy úgy megyünk haza, hogy Tapolca fele, de nem fogok vonatpótlóba buszozni, biztos, hogy nem, mert Keszthelyig egyébként Mária fürdőtől vonatpótlóban, és nem. Úgyhogy nem úgy fogunk hazamenni, hogy az északi parton, pedig amúgy király lett volna egyébként hörgőzni egyet, vagy nem is tudom, hogy vannak-e még bézés vonatok a túloldalt. Én még mentem bele, mikor nem is volt villamosítva a Füredig, még akkor is mentem bele.
egyébként múltkor, hát nekem az a tegnapi videó a siófoki. Egy-két embernél kicsapta a biztosítékot, hogy jaj, már megint pénzt kérsz meg, ez a te hobbid, úgyhogy ez ő kedvükért, már rögtön itt a videó elején minél több pénzt küldjetek, jó? Na, egyébként meg viccet félretéve, senkit nem bántva, mindenkinek meg lehet a saját maga véleménye, nekem ezzel nincsen semmi problémám, akkor még az egyéb nem feltétlenül fog változni, sőt, valószínűleg nem. Lényeg az, hogy jön egy dezirós találkozó oszlopán állomáson. Na és hát érkezünk oszlopára, ahol sajnos egyébként ez a vágány 20-as. Ezért is decegünk ilyen lassacskán, de semmi probléma, mert a Desiro még a kanyarban sincs. Bár ugye a vasúton vagyunk, itt nem beszélhetünk kanyarról, csak ívekről. És akkor megtörtént a találkozó, irány tovább Kaposvár irányába. Egyébként nem csúnya ez a vonal, nincs ez a mellékvonal, ez mindig hiszen relatíve jó a pályasebesség, most nyilván ezt a 20-as vágányt ezt engedjük el, de egyébként azon kívül jó. De pont azért, mert jó a pályasebesség, így nekem nem is jön vissza az a fajta pénzés magulat, amit én úgy szerepesz. Jó, egyébként itt vagyunk Somogy... Mi is ez? Somogyján? Hogy is hívják? Na mindegy. Érdekes, hogy ez egyébként valamikor egy megálló rakodó hely volt. De az is lehet, hogy valamikor még állomás volt. És hogy amikor itt felújították, ugye láthatjátok, hogy SK55-ös peronok kerültek kihelyezésre, meg új esőbeállók, akkor tulajdonképpen egy teljesen megálló helyi szerepet kapott, és betették ide a peront. Azt a rakodóvágányt pedig úgymondott oda mögé került, ahol egyébként rakodnak, csak éppen nem vasútra. Somogyján, bocsánat, igen. Hát ilyet sem láttam még. Egyébként nagyon szépen fel van újítva a vonal. Láthatjátok, hogy korszerű megállóhelyekről beszélünk, esőbeállóval, munkával, rendes, normális, kulturált, európai szintű várakozási lehetőséggel. Ott pedig az őrház volt. Szerintem ez állomás volt valamikor, nem csak egy megálló rakodó, de ebben most nem okosul. Egyébként Várdán vagyunk, de annak van valami köze annak a keserüli körhöz? Mármint, hogy tényleg azt így csinálják? Egyébként, ha igen, én nem szeretem, sorry. Most hagyjuk el Kapostüskevárt, és már innen is üdvözlöm. Hát nem tudom, hogy bemondhatom el a nevét, szóval inkább nem mondom, itt van egy múzeum, és már nem tudom hányszor meg lettem hívva. Tényleg elnézést kérek. Ma már nem fér bele az időmbe, de bármikor tényleg, bármikor lejövök, most már egy egyeztetett időpontba is, akkor megcsapjuk azt a videót, megígérem. No, és hát Kaposvár áramás köszönti önöket. Őszinte leszek,
nagyon semleges az érzésem, tehát se nem utáltam ezt az utat, se nem szerettem kimondottan. Valahogy én tényleg ott ragadtam, ahol csattogunk, ahol 40-nel megyünk, ahol töcögünk, de objektíven tudom nézni és szemlélni a világot. Nyilván ez egy jó vonal, ez egy jó mellékvonal, volt utas, normális sebességgel haladtunk, egy óra alatt letudtuk Kaposvár Fonyódot, tehát hogy tudom objektíven is nézni, és vasút buzulós szempontból is, úgyhogy ennyi a történet. Uha, azért tegnap óta is haladtak ám a srácok. Első mocsolát felvételi épületét bontják. Közben már Kisbár Apátén vagyunk, tulajdonképpen az utasforgalmi gát, ugye ide járnak ki a kirohanósok, és hát mutatom nektek, hogy mi történik Kisbár Apáti után. Ez. Hát és 52-ére is felvegyem nektek a sorompót, amit a jegyvizsgálóta kell. Őszinte leszek, kitettem egy szavazást, amit biztos még elértek, hogyha visszanéztek, hogy menjem haza Kaposvárról Dombóváron keresztül, vagy Siófokon keresztül, ami nyilván az észszerűtlen megoldás. És hát száz nem tudom hányan ezt szavaztátok meg, és tulajdonképpen bele is illik a videómba, ezért is nem külön videó, mert most ebben a videóban láthattátok az elején a jó kaposvári vonalat balatoni összeköttetéssel, illetve a rossz, de valójában egyébként számomra sokkal hangulatosabb vasútvonalat újra. Most itt nyilván csak ilyen apró jeleneteket fogok felvenni, tehát nem fogunk elmélyedni úgy, ahogy egy 50 perces videóban tegnap azt megtettem. Ettől függetlenül egyébként egy felújított kék BZX, de hülye vagyok, a BZX-ünk nem felújított. A BZX sem felújított, csak átlett matricázva, de kék. Igazából nem tudom, hogy a motorban mennyi utas lehet, valószínűleg nem sok. Sajnos ennek a vonalnak ténylegesen a halála, ez a középső Kisbár-Apáti tab szakasz. Itt nem nagyon van utas. Egyébként őszinte leszek hozzátok, ezt az ocsmány undorító mávos szinterőt felejtsék már el. Tényleg, komolyan egy ilyen szép járműnek
2005-es Bézi, még pont emlékszem is rá. Ja, Istenem, még emlékem is van hozzá. Miért kell ilyen ocsmány kékké tenni? Borzasztó. Borzasztó. Komolyan mondom, figyeljetek, ha még azt mondom, hogyha ez motorikusan, meg minden máshogyan is fel lenne most éppen újítva, egyébként meg, hát nem tudom mennyire jön át, de érdemes megnézni ott a matricázást, ami már most jön fel. Na, ennyit ér ez az egész, amit leművelnek. Hát közben lassan már pap jön, de még nem előtt egy pár. De annyira nem vagyok profi, pedig most már két napja élem az életemet ezen a vonalon. Úgyhogy dobjatok egy lájkot. De állomás fog jönni, mert mikor a vonóvezetékben van. Ja, ez nem állomás. Ez Somogy megyes, megálló rakodó hely, csak van szolgálat. Pácsika tekeri a sarampaut, megállítja az alakjelzőt. Mint aki már beutazta a teljes magyar vasúti hálózatot, és jellemzően nem is egy alkalommal, és nem is két alkalommal jellemzően, ezen a vonalon körülbelül olyan 11-ére vagyok, kb. De lehet, hogy több. Azt kell mondanom, hogy a Mátészalkai csigafutásos srácoknak üzenem innen is, nagyon le vagytok maradva, ez a legrosszabb vasútvonal az országban, ez a leglassabb, és itt van technikailag is a legrosszabb, hogy mondjam, háttér. Tehát például csak ilyen érdekességeket mondok, alig lehet keresztet tartani a vonalon, a Tabon ezért áll 20x percet például majd ez a BZ, mert egyszerűen máshova nem tudják menetrendbe beilleszteni a keresztet. Ezen túl a jegyvizsgáló tekeri kisbára pátinál a soroppot. Még annyi mindent tudnék sorolni, amiben ez a vonal tényleg a legrégebbi. Én imádom, mert én hopista vagyok, de a szalkaiak örüljenek, hogy egy olyan vonal van a nem birtokukban, hanem olyan vonalat használhatnak, ami hát fényévekre van ettől a vonaltól. És ez nem azt jelenti, hogy ez jó. Közben elhagytuk már Tabot. Igazából az a durva, hogy komolyan mondom nektek, hogy tegnap is letoltam egy teljes kanyart, és azon belül még egy betétjáratot is, ugye Kisbárapátig. Ma is letolom, és nem elég. Hát, hogy én tényleg elnézést, hogy csúnyán beszélek, mert tudom, hogy sok gyerek néz, nem szabad csúnyán beszélni gyereknek, de valójában egyébként a felnőttök rájöttek, hogy minden felnőtt ember beszél csúnyán. Én egy kibaszott beteg ember lehetek egyébként, mert komolyan mondom nekem, már most hiányzik,
40 perc múlva megérkezünk Siófokra is, és nem volt elég. Nem értem azt, hogy most már jó, hogy vége. De lehet ezt érem? Egyébként meg van egy kis kutyus testünk. Hát nyilván nem egyedül jött a gazdájával, de nagyon nagy fazon.